Paksról rajtolt el az Aliszka Bau 48. Gemenc nagydíj mezőnye szombat délelőtt. A versenyzők Kölesd, Medina és Szedres érintése után harcon keresztül jutottak el a finisbe, ami a Szekszárdi Béla téren volt. Az első etap 163,1 km-es távján a Voster ATS Team lengyel versenyzője Damian Papierski bizonyult a legjobbnak, hiszen 3 trikót is szerzett. Az első nap után tehát őt illette meg a szakasz győztesnek járó kék, a legjobb sprinternek járó zöld, és a legjobb fiatal versenyzőként a fehér trikó is. Mivel csak egyet hordhat, így a legértékesebb kékben állt rajthoz a második napon. Azt tapasztaljuk, hogy sokan vannak kint a Béla téren, és egy nagyon-nagyon szervezett, és egy nagyon-nagyon magas szintű versenyt tudunk itt látni és megélni. Köszönjük szépen a szponzoroknak a támogatást, akiknek a segítsége nélkül ez a lehetőség nem adódott volna meg a városban, és hát természetesen mindenkinek, aki bármilyen területen, bármilyen munkájával hozzájárult ahhoz, hogy ilyen magas színvonalon ez a verseny meg tudjon valósulni. Karl Ádám Kristóf, az Epronex Hungary Cycling Team versenyzője szerezte meg az első nap piros trikóját, ami a legjobb magyar versenyzőt illette meg. Igen, én legutóbb U19-esként voltam itt, Márkó is nagyon nagy hangulata volt, és most is nagyon, vagy hát itt voltak szurkolók, úgyhogy előjött belőlem a régi hangulat, úgyhogy tetszett a verseny igazából. 166 km szakaszunk volt, elég meleg volt, hát nem volt egyszerű. Hát a végén, hogyha voltam, a 10-be bejöttem, mondjuk ennél többet szerettem volna elérni, de elégedett vagyok a mai napban. A második nap izgalmairól a szálkai emelkedő gondoskodott, amit a keleti oldalról háromszor kellett megmászniuk a versenyzőknek. Ilyenre még soha nem volt példa a Gemenc nagydíj története során. 3 darab hegymászás és 127 km után térünk majd vissza a Béla térre. Majd a versenyzők egy kicsit elmennek pihenni, utána egy kerékpáros fesztivál veszi kezdetét, tehetségkutató versenyek lesznek, utána utánpótlás versenyzőknek versenyek, lesz egy kis kerékpáros felvonulás, egy kis jambori mindenkinek, aki szeret kerékpározni, őket nagyon szeretettel várjuk ide. És végül este 8 órától pedig a Pálinkás Csaba emlékverseny, ez a régióban egyedülálló villanyfény a Sásztön körül verseny veszi kezdetét. A nagyjából egy órás sprinten 28 kör teljesítettek a versenyzők Szekszárd központjában. A kétnapos kerékpárverseny legjobbja és győztese az új-zélandi Luke McBay lett.